és mutat. A világtól elzártan készülnek Magyarország szépei a hétvégi döntő előtt, mi most bepillantást nyerhettünk, hogy hogyan gyakorolják a koreográfiát, hogy minden tökéletesen menjen a vasárnapi show alatt. Mindig magas sarkúban látjuk a lányokat, holott itt most egy kicsit kényelmesebb viselet van. Kényelmes egyáltalán ez a mamusz? Rettentően kényelmes, főleg ennyi magas sarkú viselés után, úgyhogy most nagyon örülök, hogy egy picit papucsban lehetek. És most egyébként mi zajlik itt a hátunk mögött? Mit próbáltok konkrétan? Itt a hátunk mögött a lányok, ez a második túrt próbálják, ami a bikinis túr. Itt még 16-an szereplünk, úgyhogy ez egy egész nagy koreográfia lesz a színpadon. I still feel your touch, there's no one I would love so much, girl. Több alversenyt is rendeztek a múlt héten Magyarország szépei között, az Origami Miss Bikini versenygyőztese Eszter lett. Mit kellett ezen teljesíteni? Tulajdonképpen a megjelenés volt a legfontosabb, az, hogy az arc, az alak, és legfontosabb a kisugárzás, és azt kellett megmutatnunk. És mi történt veletek egyébként az elmúlt napokban? Na, jól tudom, találkozhattatok olyanokkal, akiket már régen láttatok. Bizony, tegnap volt a napja, amikor megleptek minket, hogy a családtagjainkkal találkozunk. Én a nagymamámmal találkoztam vele, már régebb óta nem találkoztam, úgyhogy nekem nem csak két hét maradt kint, azaz pontosabban egy, úgyhogy én már régóta nem láttam, nagy volt az öröm, sírás is volt minden, de nagyon jól esett. Nagyon figyelj a térformákra. Gyertek vissza az előző pozícióba, és akkor folytassuk, jó? Simonetta kettő alversenyt is megnyert. Ettől még jobban elkezdtél bizakodni a végleges sikerben esetleg? Igen, nagyon feltöltött mindkét verseny, fontos volt számomra, és tényleg úgy mentem le, hogy szeretném megnyerni ezeket a versenyeket, úgyhogy nagyon feltöltött mind a kettő, és gőzerővel hajtok előre. Mi zajlott ezeken, és melyek voltak ezek a versenyek? A Beauty Phase volt az első. Ez úgy történt, hogy az előző nap volt egy fotózásunk a Balti Vivienne-nel, és azon képek alapján választották ki a Beauty Phase győztesét. Charity az pedig videók alapján kellett csinálnia mindenkinek egy jótékonysági ügyről egy videót, és azt is én nyertem meg. Én egyébként egy autizmusban szenvedő kisfiúval csináltam, akinek a teljes kezelési költségét tudjuk majd fedezni. Látom, hogy most, amikor megállt a próba, kicsit mindenki csipeget ezt-azt. Nem vágytok már mondjuk egy ilyen jó marhapörköltre egy kis nokedlivel? Szerintem minden lány vágyik egy jó kiadós kajára, de sajnos ezt most a verseny előtt nem tehetjük meg. Szerintem, hogyha lement a döntő, akkor mindenki meg fogja tenni. Nem sokára itt a döntő, gondolom nő az izgalom, nő a feszültség. Hogyan készültök mentálisan arra, hogy vasárnap megméretetés és kiderül, ki lesz Magyarország szépen? A mentális felkészülésre csak esténként van időnk, amikor kettenben vagyunk a szobában, és egy kicsit tudunk lelkizni egymással, hogy mégis felkészítsük egymást arra, hogy következik hamarosan a döntő, és már csak pár nap van hátra.